Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Bábolnaváros lakosságát. 2022. március 31-én csütörtökön tartottunk képviselőtestületi rendes ülést, amelyről szeretnék egy rövid összefoglalót adni önöknek. Ezt megelőzően azonban pár mondatot a választásokról, hisz 2022. április 3-án országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. Itt Bábolnán is sor került a választások lebonyolítására, országgyűlési képviselőt választottunk, valamint pártlistákra szavaztunk, illetőleg népszavazás volt. A szavazásnak az eredményeit április 3-án a késő esti órákban a Bábolna TV képújságjába közzétettük, majd ezt követően 4-én az önkormányzat Facebook oldalán, illetve a választás.hu oldalon is megtalálhatóak voltak az eredmények. Örülünk, hogy Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő lett továbbra is az országgyűlési képviselőnk. Gratuláltunk neki, innen is gratulálunk, és további sok sikert kíván, kitartást és jó egészséget kívánunk a munkájához. Továbbra is segítse a választókörzet, és egyben Bábolna fejlődését is, megköszönve természetesen eddigi munkáját is. A napirendi pontok tekintetében a képviselőtestület ülési meghívóját közzétettük a szokásos módon. Határozatképes volt a képviselőtestület ülése hétfővel. Rövid képviselőtestületi ülést tartottunk, többnyire beszámolók voltak. Egy nagy napirendi pontunk volt az egészségügyi alapellátások, szakellátások kérdése. A utolsó napirendi pontban erről kicsit bővebben fogok beszélni. Első napirendi pont, a szokásos napirendi pontunk volt, bizottsági ülések által hozott döntések, beszámoló, lejárt határidői határozatok, civil szervezetek adtak be támogatási kérelmet, mindannyiukat támogattuk, így támogattuk a bábolnai cseperedők együttest, néptánc együttest, a Rákóczi Szövetséget és az iskolánkért alapítványt is a gyermeknap lebonyolítása érdekébe. Volt egy visszatérítendő lakáscélú támogatási kérelmünk, természetesen ezt is támogattuk, és árajánlattal foglalkoztunk az új temető nyílászáróinak felújítására, festésére fog sor kerülni. Ezt követően a Komárom és környéke önkormányzati társulás beszámolóját fogadtuk el egyhangúan. Szolgáltatási önköltségek megállapítására is sor került, a hatályos jogszabályoknak megfelelően ezt március 31-ig kell megtenni, illetve döntöttünk bizonyos díjak emeléséről, így 630 forintban állapítottuk meg az idősek által igénybe vehető étkezési térítési díjat, a kiszállítási díjat pedig 230 forintban állapítottuk meg. Egyebekben nem változtattunk a térítési díjakon, mindössze minimális emelésre került a házi segítségnyújtás térítési díja. A bölcsődei szolgáltatást a továbbiakban is ingyenesen biztosítja Bábolnaváros önkormányzata. Sor került az államháztartáson kívüli források átadásáról. Ez a múlt évben civil szervezetek részére átadott összegek elbírálása volt, hogy mindenki elszámolta megfelelően számlával az átadott összegekről. Erről számolt be Jedző úr, illetőleg a pénzügyi csoportvezető. Elfogadásra került ez a napirendi pont is. Ezt követően településüzemeltetési beszámolót tárgyaltunk, majd a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos beszámolóra is sor került. Hetedik napirendi pontban az egészségügyi ellátás kérdéseit tárgyaltuk, illetve tájékoztatás hangzott el ezzel kapcsolatban. Itt röviden szeretném megismételni az ott elhangzottakat. A Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórházzal kötöttük meg a járóbeteg szakellátások ellátására a szerződésünket. Április 1-től a szakellátásokat a bábolnai és banai lakosok a Győri Kórházban, Győri Kórház szakellátó rendszerében vehetik igénybe. A Facebookon közzétettük az elérhetőséget, a kórház honlapján lehet tájékozódni a szakellátásokról, és értelemszerűen az alapellátó orvosoktól lehet megkapni a beutalókat a szakellátásokra.
A Komáromi Selye János Kórházzal kötöttük meg a szerződést a laborszolgáltatás biztosítására, a továbbiaknál is ugyanúgy, mint az eddigi rendszerben, kedden és szerdán fogjuk a laborszolgáltatást és a vérvételt ellátni. Az önkormányzat biztosítja a technikai feltételrendszert, valamint a vérek, illetőleg a levett anyagok Komáromi Kórházba történő bejuttatását. Két asszisztens látja el a vérvételt, a dr. Tóth Beáta asszisztensnője, Monostoriné Boglárka, valamint Hérik Csabáné Vica, aki egyebekben ellátja az épület üzemeltetésével kapcsolatos összes teendőt is, így tartja az alapellátó orvosokkal a kapcsolatot, a későbbi bérlőkkel a kapcsolatot, a laborszolgáltatásokat biztosítja, illetve a folyamatban lévő átalakítási, felújítási projekteket is bonyolítja. Szolgáltató orvosok tekintetében megkerestük mindegyikőjüket, hogy kívánnak-e magánellátást Bábolnán biztosítani. Ezek közül ketten jelezték, hogy érdekelné őket a lehetőség, velük tárgyalunk még. Folyamatban van az alapellátó orvosainkkal egy újabb pályázat kidolgozása, az alapellátás feltételeinek sokkal jobb környezetben történő biztosítására. Április végéig kell ezt a pályázatot benyújtani. Megtörtént a munkaviszonyok átadás átvétele is, két takarítónőt vettünk át munkaviszonyba a korábbi 6-6 órás munkaviszonnyal, illetve, ahogy említettem, Hérit Csabáné főállású alkalmazottként látja el az épület működtetését, laborszolgáltatásokat. Bérlők tekintetében több gyógytornász jelentkező van, velük tárgyalunk. Van egy házaspár, akik a régi röntgenhelyiségre jelentették be igényüket. Az optika is a korábbi rendszerint szeretné bérelni a helyiséget, valamint újabb jelentkezők is vannak bérlet tekintetében. A bérleti díjat az önkormányzat 1200 forint per négyzetméter plusz áfa per hó összegben határozta meg. Takarítással együtt, miután kötelező az ANTS előírásai szerint a megfelelő tisztasági feltételek betartása. A bérlőkkel a tárgyalások megindultak, reményénk szerint hamarosan le is záródnak. Folyamatban van most egy felújítás, a Magyar Falu programban kaptunk a gyermekorvosi rész, illetőleg a védőnő helyiségeinek felújítására 20 millió forintos összeget. Ennek a ezen helyiségek kivitelezése van folyamatban, így most a gyermekorvosi rész a védőnői tehát ellátások tekintetében a nagy épület földszinti jobboldali részén üzemel. Természetesen a pályázat lebonyolítása után visszarendeződés kezdődik, és egy sikeres újabb alapellátási pályázat után fogunk az újabb felújításokkal foglalkozni. Én kérem tisztelettel a lakosságot, hogy ebbe a megváltozott új rendszerbe a türelmüket és a hozzájárulásukat, együttműködésüket adják meg. Az önkormányzat nagyon sokat dolgozott azon, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a szakellátásokat, de sajnos a Cardirex kivonult Bábolnáról. A korábbi évi 33 millió forint támogatás nem volt elegendő ahhoz, hogy továbbra is működtetni tudjuk Bábolnán. Bábolnáról Győrbe kérte, hogy járjanak a betegek, és ehhez azonban plusz 54 millió finanszírozást kért az önkormányzattól, amit azonban mi sajnos nem tudtunk biztosítani. Így kerültünk a győri kórházhoz, ahol az OEB finanszírozással ingyenesen vehetjük igénybe a szakellátásokat. Bízom abban, hogy ebben a megváltozott rendben is mindenki megfelelően hozzá tud jutni az egészségügyi ellátásokhoz. Egyebek napirendi pontban 3 napirendi pontot tárgyaltunk, a dániai ifjúsági találkozót, amelyre 8 bábolnai fiatal fog kiutazni két felnőtt segítővel és kísérővel, valamint a rendezési terveink módosítását tárgyaltuk két helyrajzi szám esetében.
A következő testületi ülésünk 2022. április 28-án lesz, munkaterv szerinti napirendi pontokat fogunk tárgyalni, és még néhány szót az ukrán menekültek befogadó helyéről, amely elég sok megszólalásra és vitára ad okot itt Bábolnán. Az épület, amely a Petkó Szantner Lovas Iskola és Kollégiumhoz tartozik, nem az önkormányzat fenntartása, nem az önkormányzat tulajdona. Március 8-án a katasztrófavédelem nyilvánította befogadó helyé, miután korábban az iskola jelentette le, hogy van szabad befogadó helyük. A Vöröskereszt helyi szervezete biztosította az önkéntes segítők útján a működést, valamint ünnepnapokon a polgárőrök is segítettek a technikai feltételek biztosításában. Azonban a polgárőrök kivonultak, már most már egy biztonsági őrzővédő szolgált látja el a biztonsági felügyeletet, illetve az önkéntes vöröskeresztesek tevékenysége is már minimálisra korlátozódik. Hétközben a családsegítő dolgozói oldják meg az ellátást, illetőleg a bizonyos dolgok ellátását. A bábolnai főzőkonyha főz, illetőleg adja a reggeli, ebéd és vacsorát az ukrán menekültek részére, amelyet megigényeltünk a katasztrófavédelem útján a magyar államtól, tehát ennek a díját kérjük, és az önkéntesek pedig a hétvégén segítenek, de ehhez már a megyei Vöröskereszt segítségét is igénybe vettük. Próbáljuk fenntartani a rendet és a civilizált környezetet, ami sok esetben nehézkes, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy normális körülmények legyenek a lovas kollégium körül, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan hazatérhetnek ezek a menekültek, és nyugodt körülmények között tovább tudják folytatni életüket. Természetesen nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik segítettek adománnyal, pénzzel, vagy önkéntes munkával, illetve segítenek a jövőben, hogy itt megfelelő körülmények legyenek, illetőleg jó körülményeket tudjunk biztosítani számunkra. Köszönjük szépen ezt azoknak, akik ezt tették. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Amennyiben bármely napirendi ponttal kapcsolatban, vagy bármely bábolnai lakost, illetve Bábolnát érintő kérdésben felvilágosításra van szükségük, úgy kérem, keressenek, hívjanak. Köszönöm szépen figyelmüket, minden jót mindenkinek!